Sok fontos ünnep van a naptárban, de ez legfontosabb, ami közös ünnepünk. Magyar szavakkal köszöntötte Jevgenyi Tankilevics a 38. Vasas és Kohásznap résztvevőit. A vasműcég vezetője említést tett a gyár folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseiről, majd jó szórakozást kívánt a dolgozóknak és családtagjaiknak. Elsősorban szórakozni jöttünk ma. Ezért kérem, hogy felítsük el a problémákat, a naprutint, mindenki pihenjen, és élvezze a szép időt, a remek magyar ételek és italokat. A megnyitó után átadták többek között a szakma kiváló tanulóit illető díjakat, ezt követően pedig a Vasas Tánc Együttes teremtett vidám hangulatot a rendezvényen. A bátrabbak az extrém körhinten szédíthették el magukat, de sokan kipróbálták a horgászatot, a trambulint és a dodgemet is. Egyet már dodgemeztünk, a kisfiammal jöttünk, úgyhogy remélem, hogy az időjárás is velünk lesz, és jól fogjuk magunkat érezni. A résztvevők között akadt, aki most először látogatott el a vasműs rendezvényre. Most vagyok életemben először egy vasaskapon. A legtöbben azonban már évek óta rendszeresen részt vesznek a családi programon, hogy szeretteikkel kikapcsolódhassanak. Minden évben itt vagyok a vasasnapon a családommal. Anyukámmal jöttem, és a mamámmal, nagybátyámmal és a déli mamámmal. Eddig mindig jó volt a hangulat, nagyon jól éreztük minden alkalommal magunkat, remélem, hogy most is ugyanez lesz majd a helyzet. A rendezvénynek idén is nagy sikere volt, és minden korosztály megtalálhatta a számára legérdekesebb programot. A legkisebbeket bohócok szórakoztatták, többen táncra perdültek a Geri Betli duó mulatos nótáira, a nap további részében pedig többek között a digitál együttes Oláh Gergő és Dérheni felelt a jó hangulatért.